A Kukkónia sorozat harmadik könyve Csalló köz rejtett szépségeit, az itt élő embereket és a ma élő hagyományokat mutatja be. Dezsi Bernadetta könyv szerzője feltárja az olvasók előtt azokat a kincseket, amelyekre a csallóköziek büszkék lehetnek. Ha a tradíciókról beszélünk, illetve az élő hagyományainkról, akkor mindenképp meg kell említeni például a Vásárúti Rétes Húzófesztivált, a Madibicsakot, de akár az ételeket, a csallóközi lecsót. Ugye mindenhol a lecsót másféleképpen készítik el, most nálunk is megvan ennek a múltja, a hagyománya, de ott van a túró, ott vannak a kocsmák, az italok, minden olyan dolgot fel akartunk sorakoztatni benne, ami minket meghatároz igazából. Fiatalok már annyira nem érdeklődnek ezek iránt a dolgok iránt. Mi pont ezért szerettük volna, hogyha egy kicsit az olvasó elé tárjuk tényleg a képekkel, a szöveggel, sajátos hangvételben. A kötetet csak úgy, mint az előző kettőt Dömötör Ede fotózta. Ez a munka kirándulás volt számára, mert a fotók segítségével ismét megmutathatta, hogy milyen szép helyen élünk. Commerce fotós vagyok, reklámokat készítek, és nagyon-nagyon jó néha kicsit kilátni ebből a világból, és egy picit más helyszínen olyan dolgokat is látni, ami manapság talán kicsit el van bújtatva. Hogyan történik egy aratás? Látjuk a traktorokat, meg látjuk a kombájnokat az utcáról, de nekem módom volt egy ilyenbe beszállni, végigfotózni ezt a egésznek a menetét. A könyvbemutatón az érdeklődők megismerhették Fodor Péter Kukkónia ABC című könyvét is, amely az ABC betűi mellett a csallóközi erdők, mezők állatait mutatja be.